Pécsi Széchenyi gimnáziumról keringő hírek, mennemondák közül, íme a legfrissebb, de ez biztos, hogy igaz, dr. Erhard Imre, az iskola igazgatója benyújtotta lemondását. Mi van a háttérben? Mi van e mögött? A lemondását nem, hanem a saját sorsának intézését, ami viszont biztos, hogy azt jelenti, hogy az igazgatói poszttól vagy egészen rövid idő alatt, vagy esetleg a tanév vesztével szeretnék megválni. 22 éve dolgozom ebben az iskolában, nagyon sok időt, energiát, sok szép napot, sok örömet éltem át, de az utolsó év olyan konfliktusokat és olyan helyzeteket teremtett, hogy úgy érzem, hogy föl kell adnom, mert ezekkel a helyzetekkel nem tudok, illetve azokkal az emberekkel, akik ebben nekem segíteni akarnak, szerintem közösen sem tudunk megbirkózni. Ezért történt. Ha konkrétan hallhatnánk egy-kettőt, szóval mik történtek, mik voltak azok a helyzetek, amelyek a mai napig vezettek? Mivel kezdődött? Azzal kezdődött, hogy a tanulók körében a diákparlamenteket fölváltotta egy Pál Tamás szociológus által kidolgozott úgynevezett igazlátó nap, amelynek az a lényege, hogy név nélkül lehet a tanulóknak problémákat felvetni, és a problémákat csoportosítani, a csoportosított problémákat a tanároknak vagy bárkinek hát elmondani. Ez az igazlátó nap előkészítése kapcsán itt volt Pál Tamás egy délelőtt, és megjelent utána a diákban egy olyan cikk, hogy a Széchenyiben olyan problémák vannak, hogy az igazgatót és bandáját össze kell fogni és ki kell nyírni. Mikor volt? Valamikor december, januárban. Azt követően a Diák című megyei lap a Széchenyi ügyét, hogy mondjam, hát szinte minden számában kipellengérezte. Az egyik szerkesztője kérdezte meg a Sáfár Gyula tanárultól, hogy mit szól ahhoz, hogy a Széchenyiről a Diák című lapban hetsz kampány folyik. Ezek a cikkek fölborzolták a kedélyeket, nyilvánvalóan a tantestület úgy ítélte meg, megkérdeztem, hogy csináljunk egy úgynevezett igazlátó napot. Erre az igazlátó napra tacepaukat tettek ki, név nélkül gyerekek, tanárokról olyan dolgokat írtak, állítottak, ami hát enyhén szólva is sok-sok kritikát jelentett, vagy esetleg becsületsértést is eredményezhetett. Ezt követte az igazlátó nap előtti munkanapon, hogy valaki nyilván azért, hogy érzelmileg felspannolja a kedélyeket, az igazlátó nap előtti pénteken elvitte, ugyanis húsvét utáni kedden volt, 6 osztálynaplónkat. Először azt hittük, hogy vicc, aztán láttuk, hogy nem vicc. Nyilvánvalóan ez valamilyen előkészítését jelentette érzelmileg ennek az igazlátó napnak. Felspannolta a tantestület kedélyeit, gyanúsítgatások történtek pro-kontra érvekkel, a rendőrségnek átadtuk, a rendőrség vizsgálja ezt az ügyet. Azt követően nyilván megint sok minden tanárok ellen aláírásokat gyűjtöttek gyerekek, tanárok adtak be aláírásokat osztályok vonatkozásában az igazgatónak, aztán föltörték egy tanárnő fiókját, nem vittek el semmit, azt követően föltörték egy tanárnő szekrényét, ismeretlen tettesek, onnan sem vittek el semmit. Szóval mondhatnék legalább 25 olyan eseményt, ami naponként zavarta az iskola életét, a tantestületet fölborzolta, és tegnapi napon és mai napon összeültünk, és úgy láttam, hogy jobb, hogyha most ennyi idő után azt mondom, hogy egy új ember talán ezekkel a problémákkal jobban meg tud birkózni, mint én a magam eddigi tevékenységével és ismeretrendszerével, és én ember az iskolában engem annyi öröm ért a gyerekekkel és a felnőttekkel kapcsolatban, hogy szeretnék én innen úgy elmenni, hogy emelt fővel távozhassam. Most mi van az osztálynaplókkal? Meglettek? A rendőrség nyomoz az osztálynaplók után. Többször jártak itt, kihallgattak tanárokat, diákokat, megnézték a helyszínt. Nem lettek meg. Olyan furcsa ügy volt ez, hogy először az ügyészségnek kellett tisztázni, hogy végül is milyen fajta bűncselekmény ez, mert hát ilyen még nem fordult elő. Az én véleményem, én még mindig optimista vagyok, hogy talán meglesznek, akkor, amikor évvégén lezárjuk az összes jegyet, akkor valaki valahova ezeket leteszi, aki azért vitte el, hogy ezzel bosszantson valakiket. Érzett ebben valami olyasmit, hogy némelyen akció, hogy így mondjam, a személy ellen szól? Nagyon érdekes volt tegnapi nap főleg, mert éreztem sokszor, hogy a személyem ellen szól. Hát meg is jelent, hogy az igazgatót és bandáját. 4-5 gyerektől kimondottan éreztem, hogy ellenséges módon viseltetnek velem szemben, és igyekeznek, hogy így mondjam, becsapni. Ez mai napon is előfordult, sokszor előfordult, ezekből az igazlátó gyerekekből.
Tegnap, amikor erről a lemondásról, vagy igazgatói posztól való meglálásról volt szó, akkor viszont megdöbbentem, mert jó néhány kolléga felállt, és úgy azt mondta, hogy ez nem ellenem van, hanem 2-3 olyan ember ellen, akikkel én itt esetleg olyan fajta magatartást tanúsítok, ami a tantestületnek nem tetszik, ha úgy tetszik, pozitívabban értékelem őket, mint amit a tevékenységük jelent. Ma újra megkérdeztem a testületet, és megint most inkább azt éreztem, hogy mivel ezzel a két emberrel én munkajogilag semmit nem tudok csinálni, mert semmi olyat nem tettek, ami miatt, vagy ott néhány emberrel, nem is a kettőre mondanám, néhány ember, mert most már nem csak kettőről van szerintem szó, én munkajogilag semmi olyat nem tettek, amit én velük tudok tenni, akkor én ezt, hogy megállítsam a Széchenyiről ezt a hetsz kampányt, ezt a naplólopást, ezt a világnak való kitárulkozásnak ezt a negatív módját, úgy látom, hogy hát ha a személyem a köztanári volta ezt megállítja. És ezért éreztem azt, hogy lehet, hogy megöregedtem, lehet, hogy elfáradtam, lehet, hogy az a koncepció, amit mi szocialista nevelőiskola néven itt sok 4 vörös vándorzászlóval, egy próurbével, sok-sok tanári kitüntetéssel végigvittünk, az a mai világ jelenlegi helyzetében talán már nem állja meg a helyét, és akkor talán új arcok, új emberek ezt jobban meg tudják oldani. Újvári Lászlóné, ugye, mint főbizalmi, gyakran van a kollégák között, meg nyilván megvitatták még ezelőtt a két értekezlet előtt is ezt a kérdéskört. Hogyan alakult a tantestület hangulata ebben az elmúlt 2-3 hónapban? A tantestület hangulata az a végsőkig megromlott, egymás között konfliktusok keletkeztek, elmélyültek, és oda úgy alakult a helyzet, hogy a kollégák nyomására, szorítására meg kellett fogalmaznunk egy levelet, miszerint az igazgatórat kérjük arra, hogy biztosítsunk számunkra egy olyan nyílt értekezletet, ahol előírt téma nélkül szabadon a problémákról beszélhetünk. Na most, ahogy már az igazgatóra elmondta, valóban nem azzal a céllal hívtuk össze az értekezletet, az illetékes műosztály vezető is megjelentek, hogy mindenképpen lemondassuk, tehát ilyen célunk nem volt, viszont azok alapján, amelyek ott elhangzottak, természetes, hogy az ember tantestője tudomásul veszi, hogy Imre lemondott, mert ez a lehetősége megmaradt. Na most, amikor az értekezleten beszélgettünk, akkor lehetett valóban látni az erővonalakat, hogy kikben milyen sértések hogyan halmozottak fel. Na most ebben sok olyan volt, ami nem Imrével való személyes konfliktusokból fakadt, hanem esetleg az iskola vezetés, beleértve nyilván az igazgatót is, elnézett olyan problémák felett, amely másoknak igenis probléma maradt, és megoldatlansága miatt tovább szította a rossz hangulatot. Éppen ezért mondtuk azt, hogy a régi módszerekkel, a régi stílusban már nem tartható fenn ez az állapot. Az, hogy erről beszéljünk, és az állapot megmaradjon, ez nem vezet megoldásra. Nem akarjuk, hogy az iskolából elmenjenek emberek valóban azért, mert nem akarnak szólni, nem akarnak rossz hangulatot, és nem akarnak így dolgozni. Meg akarjuk tartani a tanárokat, ezért kellett ezt vállalni. Na most ez mindenki számára nagyon kellemetlen. Kellemetlen, mert nekem is kellemetlen, mint vezetőnek, mert mikor az embereknek nyilatkozni kell, azért mégiscsak kicsit húzódoznak. Tehát az őszintességgel az itt van egy kis probléma. És úgy érzem, hogy az értekezleten, mióta itt vagyok, először kerültek szóba olyan problémák, amelyeknek nem lett volna szabad, hogy eddig problémák maradjanak.